ezen a projekten dolgozok már 8 hónapig. És mi ez tulajdonképpen? Ez egy erdő, ami az orosz, hát egy orosz erdő. Madártávlatból mutat meg egy fenyőerdőt a versenyre készített egyik pályamunka. Csákvári Dávid 8 hónapja dolgozik ezen az animáción. Ezzel nevezett az idei Neumann Nemzetközi Tehetségkutató versenyre. A ikletet valójában egy projekt adta, egy orosz fejlesztő csapatnál dolgozom, és a projekt neve Véj. Ennek a célja egy nyíltvilágú kalandjáték létrehozása, és ebben az én szerepem a növényzet megalkotása. Az informatikai tehetségkutatóra idén 16 hazai és 10 vajdasági középiskolából összesen 152 diák nevezett. A pályamunkák között hardver és szoftver fejlesztések, számítógépes animációval készített jelenetek és önálló filmek is vannak. Ebből választott ki egy szakmai előzsűri, illetve a vajdaságban egy vajdasági elő Neumann verseny. Választott ki 70 döntőbe jutott pályamunkát, és ezzel együtt 74 bemutatkozó versenyzőt. A versenyt 35 éve rendezték meg először, a kétnapos programnak 15 éve ad otthont a Szekszárdi első Béla gimnázium. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, az ilyen nagymúltú nemzetközi verseny sokat segít azon, hogy a tolnai megyeszékelyet minél pozitívabban ítéljék meg. Ráirányítja a figyelmet a városra is, mint egy, most már mondhatjuk azt, hogy innovatív városra, hiszen ezek a versenyek az innovációról is szólnak valamilyen szempontból. Ez pedig azt gondolom, a fiatalok megközelítése oldalán mindenféleképpen fontos, hogy itt egy ilyen munka is fog. Nem csak a borról szól Szekszárd, ahogy a szlogenünk is mondja, hanem több, mint jó bor, de sok mindenről szól, ez a verseny például ezt is erősíti. A verseny legjobbjait pénteken választja ki a főként informatikus szakemberekből álló zsűri.